A vitamin szervezetünk számára olyan, mint az autó benzinjéhez adagolt finomító adalék. Általa hatékonyabban működik a szervezet és ellenállóbb lesz. A vitaminok, ezek életfontosságú anyagok az emberi szervezet számára, amik a szervezetben nem termelődnek, kívülről kell őket bevinni az élelmiszerekkel, milligrammos, mikrogrammos nagyságrendben. Közkedveltek a vitamintabletták, pedig a szükséges vitaminkészletünket megszerezhetjük az ételekből is. C-vitaminból például naponta csak 60 mg-ra van szükségünk. Ha többet viszünk be szervezetünkbe, az vizeletünkkel úgy is távozik. Ha megeszünk 6 almát vagy 2 citromot, esetleg 2 narancsot, már biztosítottuk testünk C-vitamin szükségletét. Téved, aki azt hiszi, hogy csak a zöldségek és gyümölcsök a fő vitamin forrásaink. A szellemi vitaminként ismert B-vitamint kenyérből, húsból, tojásból nyerjük. A halmáj például nagy mennyiségben zsírban oldódó A-vitamint tartalmaz, ami javítja látásunkat, tehát nem csak a jól ismert sárgarépa erősíti a szemet. Az E-vitamin a C és az A-vitaminnal segít megakadályozni a szervezetben a rákos daganatok kialakulását. A baromfi és a sertéshúsból, valamint a halból fölvehető E-vitamin még a termékenységet is serkenti. A vitamin túlzott fogyasztása mérgező lehet. Az A-vitamin túladagolása hajhullást, bőrhámlást, máj megnagyobbodást okoz. Csecsemőknél például már egy csésze főt felaprított sárgarépa is mérgező lehet. A sok K-vitamin viszketést, bőrégést idéz elő. A nagy mennyiségű C-vitamin húgysavkő kiválást okoz a húgyutakban. A túladagolás étkezés során nem lehetséges, így a tabletta és a természetes vitaminforrás közé nem tehetünk egyenlőségjelet. A gyümölcsök és az alma javára billen a mérleg, mert a gyümölcsökben nem csak C-vitamin van, hanem nyomelemektől kezdve más vitaminok is, és a természetesebb az, ha gyümölcsöt eszünk. Sokan mégis közérthez hasonlóan használják a patikát, pedig a divatos multivitaminok gyakran túllépik a napi ajánlott vitaminadagot. Az sem mindegy, hogy valaki aktív dohányos vagy sem. Egy szál cigaretta ugyanis csak C-vitaminból egy napi mennyiséget semmisít meg. Egy egészséges ember szervezete elegendő vitaminhoz jut, ha az étrendje harmonikus. Valójában tehát nincs szükségünk a vitamintablettákra. Az étrendünk alapját a gabonaféléknek kellene, hogy képezzenek, ezen belül is mondjuk a teljes kiörlés, a gabonafélékből készült élelmiszereket kellene előnyben részesítenünk. Utána következnek nagyságrendileg a zöldségek, gyümölcsfélék, majd a hús, hal, tejtermékek. Az Info24 TV azt tanácsolja, cserélje fel a gyógyszertárat a zöldséges tandra, ott kedvére válogathat mindenki a természetes vitaminforrásokból.